Sokszínű pedagógiai munka, folyamatos fejlődés jellemzi iskolánkat, a Mezőtúri Református Kollégium általános iskoláját. Tudjuk, hogy a tanítónénik a legfontosabbak, de fontos az iskola stabilitása is. Pedagógiai programunkban kiemelt feladat a református értékek közvetítése, amelyet a mindennapi életben példát mutatva valósítanak meg pedagógusaink. Ezen túl a tanrendbe iktatott heti 2 hittanóra is segíti célunk megvalósítását énekszóval, gitárral. Ugyanezt a célt szolgálják a havonkénti családi istentiszteletek, amelyeken tanulóink szüleikkel, nagyszüleikkel vesznek részt. Kiemelt feladatunknak tartjuk a gyermekek egyéni képességeik szerinti haladását. Tőlünk azt a tudás alapot kapod meg, amelyre szükséged lesz az életben. Büszkék vagyunk arra, hogy 2019-ben elnyertük a Boldog Iskola címet. Intézményünkben már első osztálytól elkezdjük az angol nyelv oktatását. 4. osztálytól kezdve csoportbontásban van lehetőség tanulni a nyelvet. Az informatika oktatásához korszerű számítástechnikai szaktanterem áll tanulóink rendelkezésére. Másik jellegzetességünk a tanrendbe iktatott úszásoktatás, saját tanúszodánkban. Az eddig eltelt évek alatt sok tehetséges gyermeket fedeztek fel a testnevelőink. Saját vetélkedőink, versenyeink a tehetséggondozás kiemelt színterei. A refiben mindenki megtalálja az egyéniségének megfelelő foglalkozást, szakkört. Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy minél szélesebb palettából választhassanak a gyermekek a tanórán kívüli foglalkozások közül. Így ökoszakkör, néptánc, sakszakkör, robotika, német nyelv, kézműves szakkör, énekkar, kézilabda, atlétika sportágakban tudjuk fejleszteni gyermekeink tehetségét, állóképességét, ügyességét, erőnlétét. Folyamatosan megújuló infrastruktúra támogatja pedagógiai munkánkat. Minden évben szervezünk napközis tábort, illetve hittantábort. Iskolánk a következő gondolatok jegyében végzi nevelő, oktató munkáját. Fejlődésben lévő gyermekeink nevelését a gyökerek szintjén kell végezni. Ha a gyökerei rendben fejlődhetnek, akkor a megfelelő időben a mi gyermekünk is kivirázik és megtermi az érett személyiség gyümölcseit.